Én szerintem félszavakból is megértjük egymást, például ma itt a büfében a Gergely Pisti kérdezte, hogy mit iszom, és utána teljesen egyértelmű volt, hogy én fizetem ki a számlát. Az összhang tehát a medencén kívül is megvan Varga Dániel és korábbi válogatott csapattársai között, és ezt a vízben is tovább lehet erősíteni, ugyanis az olimpiai bajnok vízilabdázó helyet kapott a Millennium Masters csapatába, amely augusztus végén újra játssza a Sydney-i olimpia oroszok elleni döntőjét. Nagyon nagy öröm, hogy a srácok befogadtak, és részesen lehetek ennek az egésznek. Egy kicsi skizofrén helyzet, mert főleg az idei, reflektál a 19 évvel ezelőtt olimpiai bajnoki döntőre, amit azért míg a többiek a vízből éltek át, én azért a tévé előtt ültem és szurkoltam nekik, és álmodoztam arról, hogy egyszer játszhatok velük. Az álom pedig hosszú éveken keresztül valósággá vált. Nem csak Varga lesz az egyetlen újonc a póló legendák között, hanem Madaras Norbert is először szállhat vízbe ilyen formában. Jó lesz, hogy megint tudunk együtt játszani. Nem tudom, hány ilyen alkalom lesz, még azt gondolom, hogy nem sok egyébként. Úgyhogy emiatt mindenképpen ez mindenképpen jó. Az, hogy hogy fogok játszani, azt nem tudom. Én tavaly május 26-a óta vízbe voltam, tehát úszni szoktam, de még lőni sem nagyon, nemhogy vízilabdázni, úgyhogy ez egy másik dolog lesz. Míg Madaras és Varga csak a tévéképernyők előtt, addig Kósz Zoltán a medencében élte át a milleniumi olimpiai aranyérmet. Életem egyik legszebb időszaka volt. Gyakorlatilag minden percére emlékszem. Nyilván a szép dolgok azok villannak be elsőre. Dobogó, döntő, nagy gólarányú győzelem a döntőben. Elértük azt sokan, amire feltettük az életünket addig, hogy megnyertük az olimpiai bajnoki címet. A vízilabda ünnepének a Duna Arena ad otthont 2019. augusztus 30-án és 31-én.